Közel 200 millió forintos beruházást adtak át Csikóstöttősön, ahol a terület és településfejlesztési operatív programon elnyert összegből a Szabadság utcától a Hunyadi térig föld alatti csőrendszerrel, míg a Hunyadi tér nagy részén és a Béke utcában pedig nyitott rendszerrel oldották meg a csapadékvízelvezetést. A vízelvezető rendszerek kiépítése mellett egységes kapubejárók és burkolt árkok is készültek az elnyert közel 200 millió forintos összegből. A TOP mellett a vidéki falvak elsődleges pályázati forrásait a Magyar Falu program biztosítja, hangsúlyozta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. 2022-ben is újabb 70 milliárd forinttal írta ki a kormány a Magyar Falu pályázatokat, a program pályázatait. Különböző célokra már rengeteg pályázat érkezett be, ezeket most folyamatosan bírálják. Remélem az, hogy minél több településnek, minél több elgondolása nyertes lesz. A Tolna megyei településeken számos beruházás készült el a terület és településfejlesztési operatív programon elnyert összegből, mondta el Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke. Tehát az előző ciklusban Tolna megye 40 milliárd forintnyi összeget használt fel a területi operatív programra szánt Európai Uniós forrásokból. A települések átérezték ennek a folyamatnak a lényegét, megérezték, hogy itt lehet fejleszteni, megérezték azt, hogy a Tolna megyében élő embereknek jobb lehet a lehetőségük az elkövetkező időszakba, és kiváló pályázatokat nyújtottak be. A TOP 2019-es nyertes pályázatának köszönhetően Csikóstöttős jelentős részén oldódott meg a csapadékvíz elvezetésének problémája.